Üdvözlet mindenkinek! A mai videóban ezt a képen látható Pico Classic molos tartályvagont fogjuk egy picit közelebbről megnézni. Bontsuk is ki a kocsit, és nézzük meg, hogy néz ki közelebbről. Hát itt is vagyunk. Viszonylag egyszerű járműről beszélünk most itt. Ez a MÁV-nak egy bérleménykocsija, tehát ennek igazándiból, ahogy én utána néztem, van egy német megfelelője, és ezért tudta a Pico is ugye viszonylag korrekt módon elkészíteni a járművet. Igazándiból ez egy Zaens típusú kocsinak a modellje, és ugye a klasszik kategóriába tartozik, ami azt jelenti, ugye ez a régen ugye a hobbi volt és a klasszik kategória. A klasszik képviselte a magasabb minőséget. Ez abból is látszik, hogy ugye részletesebben ki voltak dolgozva ezek a modellek, viszont nekem az a tapasztalatom, hogy például itt ez a felső kis járda, ez egy picit ilyen műanyagos hatású, és például kevésbé kidolgozott, mint mondjuk az újabb expert tartálykocsiknak a különböző apró részletei. Ettől függetlenül egész jól visszaadja az eredeti járműnek a jellegzetességeit. Ugye itt van egy expert kocsi, és meg lehet nézni például, hogy ezen mennyivel vékonyabbak, filigránabbak itt a kis fékáláson a korlátok, illetve hogy itt alul is a kocsi alján mennyivel precízebben és vékonyabb kis alkatrészekből készültek el a különböző kis kiegészítő dolgok, főleg itt a létra, illetve a tetején is ez a rész, ez kevésbé ilyen műanyag hatású. Ugye ezek a kocsik azért egy magasabb árkategóriában vannak, mindez a klasszik kocsi, amit ugye néztünk az előbb. Sok kis apró részletre is azért figyelt itt a gyártó, főleg itt ugye az alvázon vannak, ugye itt a fékvezetékek, féktartályok, stb. Forgóváz is egész korrektül sikerült szerintem, ha megnézzük közelebbről, jól visszaadja ezt az Y25-ös típusú forgóvázat, illetve ugye itt a feliratozás és a kis apró dolgokra is elég szépen fordított figyelmet a gyártó, élesek, pontosak a feliratok, még ide az alvázra is jutott a tamponálásból, ahogy látszik. Látszik, itt van ugye a tulajdonosnak az elérhetősége. Hát én most nem hívnám fel ezt a számot, de megkockáztatom, hogy az eredeti kocsin is ez van, és ennek kell ott lennie. Itt van szépen a MOL logó, ez is egész szépen sikerült, éles, pontos tamponnyomást láthatunk. A kocsi közepén van egy ilyen kis fehér körbefutó csík, és hát ugye itt vannak a kocsi végén a kis fékállásnak a dolgai. Ugye erről beszéltem, hogy itt látszik az, hogy ezek a korlátok egy picit vastagabbak, mint mondjuk az expert kocsikon, amiket láthatunk, és egy picit műanyagos hatása van számomra, meg itt látszik is egy picit, hogy talán el is áll. Na de hát ne csodálkozzunk rajta, ez a kocsi 11 000 forint, tehát jóval olcsóbb, mint a komolyabb kidolgozottságú járművek. Az ütközők azok nem rugósak, ezek fixek, és hát azért ide a végére is, ahogy látom, jutott pályaszám, meg egy ilyen kis sárga figyelmeztetője, hogy itt, hogyha fölmászunk a tetőre és felső vezeték van, akkor agyon csaphat az áram. Kocsi másik vége is hasonlóan néz ki, ide ugye csak pályaszám jutott, ugye a tolatáshoz ide szoktak fölállni a vasutas dolgozók, és a másik oldalon szintén ugye pályaszámtábla, ahogy látom, még egy bárcát is beraktak oda a kis rácsos mögé, legalábbis oda tamponozták, mert az teljesen síkott. Úgyhogy egész szépen néz ki ez a kis jármű, és meglepően jó árérték arányban van szerintem. Gondoljunk bele, hogy egy expert kocsi az ilyen 17-18 ezer forintba kerül, egy ilyen kis tartálykocsi, gyakorlatilag kettő ilyen klasszikot tudunk venni annak az árából. Terepasztalon igazándiból nagyon jól néz ki szerintem ez a kocsi is, egy hosszabb tartályvonatba. Meg lehet próbálkozni mondjuk átszámozásokkal is, hogyha zavar minket, hogy ugyanaz a száma.
illetve lehet egy kicsit antikolni, és azzal el lehet tüntetni szerintem itt ezt a kicsit műanyagos hatását a járólapoknak, meg ezeknek a létráknak itt a kocsi végén. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a kis rövid modellbemutató videót. További szép napot és jó modellezést kívánok mindenkinek!